Köszöntöm nézőinket! Önök Sportkorzó magazin műsorunkat látják. Itt van velem a stúdióban Rapi Róbert, a Szentendre női kézilabda csapatának vezetőedzője. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Ugye most a rájátszás második fordulóra jön, egy mérkőzés már lejátszottatok. Beszélj nekem egy kicsit magáról, hogy hogyan van a rájátszás folyamata, hogyan jutott el ide a csapat. Beszéltünk kicsit a stúdión kívül erről, kicsit bonyolult a rendszer most jelenleg. Hát, ha nem is bonyolult, de nyilván nem a megszokott. Volt egy alapszakasz, ahol 8 csapat versengett, és annak az első 4 helyzetje került össze egy másik csoport első 4 helyzetjével, és akkor gyakorlatilag egy félig meddig új bajnokság kezdődik, és a másik 4 helyzet pedig automatikusan a másik utolsó 4 helyzettel találkozik, és akkor így alakulnak ki a végső sorrendek, miután ugyanúgy lejátszottuk a párharcokat azokkal a csapatokkal, illetve vittük azokat a pontokat, amiket a saját csoportunkkal játszottunk. És ugye egy döntetlen vagytok túl idáig ugye a rájátszásban, és ugye most a lista vezetővel fogtok játszani a következő fordulóban. Így van. Milyen célokkal vágtatok neki ti ennek egyébként? Hát mi mindig az a célra vágunk neki, hogy a lehető legjobb eredményt, a dobogót mindenképpen szeretnénk elérni. Nyilván szerettünk volna bajnokságot is nyerni, ez nem titok, tehát utólag se szeretném ezt letagadni. Nyilván 7 új játékos, sőt az idény elején 7 új játékos csatlakozott a csapathoz. Azért jó idő volt, még össze lett rakva ez a csapat. Én azt gondolom, hogy nagyon jól dolgoznak a lányok, fejlődünk, tanulunk hétről hétre, és azt gondolom, hogy mindig alkalmazkodni kell az adott szituációhoz. Most is ezt tesszük, a dobogót azt mindenképpen megcéloztuk. És ezt is akartam kérdezni, hogy mekkora most a fluktuáció, van egy bizonyos kemény mag, és a köré mindig egyébként vannak változások, vagy mennyire szokott játékos mozgás lenni általában nálatok? Hát sokáig viszonylag állandó volt a keret, most az utóbbi 1-2 évben azért voltak változások, nyilván egy női csapatról van szó, tehát itt azért többen akár házasság, akár várandóság, gyerekvállás miatt abbahagyták, illetve vagy továbbálltak magasabb szintű csapathoz. Most volt egy nagyobb ilyen, nevezem vérfrissítésnek, de hát ez igazából egy átalakulás ebben az évben, ami egy változást hozott. És beszéltük azt is ugye, hogy ebben a rendszerben vannak olyan időszakok, 2 hetek, most ugye 3 hét, amikor ugye nincsenek mérkőzések. Ilyenkor hogy készített fel a csapatot, hogy megmaradjon a lendület, vagy megmaradjanak egyébként abban a meccsritmusban, ami egyébként kiesik most ebből, hogy nem tudnak folyamatosan mérkőzéseket játszani? Ez egy nagyon jó kérdés. Én is keresem rá mindig a válaszokat, meg a megoldást. Igazából próbálunk nyilván egy ilyen kicsit jobban az erőfejlesztésre, illetve a most nem mondom, hogy alapozás jelleggel, de azért keményebb edzések vannak, de többet tudunk gyakorolni is, illetve egyéni képzés is többet lehet tartani. Nagyon nem egyszerű, mert ilyen bajnoksága még nem nagyon találkoztam, hogy 2-3 hetente játszunk meccseket. Most azért jövő héttől azért már folyamatos lesz május közepéig, végéig. És hogy érzed a csapatnak most mi az erőssége, aminél egyébként ki tudnád emelni, hogy oda tud élni ahhoz a célhoz, amit egyébként nincs kimondva, de nyilvánvalóan ugye minél előrébb, minél jobb lenne. Hát a munkával eddig se volt gond, azt gondolom, hogy jól dolgoztak, és jól dolgoznak a lányok. Egyébként még visszatérve az előzőhöz, ez másoknak is problémát jelent, nyilván nem csak nekünk ez a szünetekkel, tehát ezzel együtt kell tudni élni és dolgozni. Én azt gondolom, hogy egyre jobban összeáll a csapat, azért mi egy amatőr csapat vagyunk, és azért igazából 3-szor, 4 edzés van, de 3-szor van együtt a csapat. Azért az kevés idő, hogy tehát egy fél év kellett ahhoz, hogy egyáltalán valami összeálljon. Nálunk is mindenhol voltak sérülések, betegségek, stb. Tehát azt gondolom, hogy ahogy megyünk így bele a tavaszba, tehát erre az utolsó nevezzük etapnak, szerintem egyre jobbak leszünk és egyre magabiztosabbak.
Most ilyen szempontból az is jó ez a bajnokság, mert így a végét mondom, mert itt már csak erős csapatokkal találkozunk, és ez egy fokmérő, hogy merre is kell tartanunk. És hogyha vége lesz a bajnokságnak, utána se lesz megállás, hiszen akkor Strand Röpke vagy Strand kézilabda fog előtérbe helyezni. Ott mi várható? Ez mindig egy jó kérdés. Nem tudjuk, nyilván nekivágunk úgy, mint eddig is az elmúlt években. Meglátjuk, nyilván szeretnénk megvédeni a hazai környezetben a Magyar Kupa győzelmet is, illetve a Magyar Bajnoki győzelmet és a Magyar Bajnokságot is szeretnénk ezeket a címeket megvédeni, és nyilván az európai porondon is szeretnénk minél előrébb végezni. És utánpótlás szinte most hogy látod, mennyire könnyű pótolni mondjuk a játékosokat, illetve ez a kérdésemnek főképp a lényege, hogy mennyire könnyű bevonzani a fiatalokat a sportágba? Hát ez már közhelyes szerintem mindenkitől, hogy nagyon-nagyon nem egyszerű, sőt, mondjuk, hogy nagyon nehéz. Mi próbálunk egy olyan milliót, egy olyan környezetet megteremteni a játékosoknak, a fiatal játékosoknak, hogy szeressenek ide járni. Nyilván ez sok mindentől függ, azért legfőképpen a szülőktől, hogy nyilván merre indítják a gyereket. Azt gondolom, hogy most jelen pillanatban jól állunk, az, hogy két gyerek létszámba, illetve gyerekeknél, az, hogy 2-3 év múlva mi lesz, azt meg nagyon nehéz megjósolni a mai világban. És úgy látod, a közösség egyébként szintén fontos szempontot alakít most akár Szentendrén? Tehát ugye az lehet egy olyan mozgatórugó, ami miatt megmarad az ember, megmarad a gyerek, és szeretne hosszú távon is maradni? De az elmúlt 3 évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy összekapjuk magunkat, és itt most az utánpótlásra gondolok elsősorban. Nagyon sok kislány abbahagyta, elment, elvitték, és különböző okok miatt nem itt játszik. Akkor egy nagyon mélyen voltunk, és több dolog miatt is, de gyereklétszámba is nagyon nehéz volt elérni azt, hogy jöjjenek ugyanúgy, mint eddig, illetve csinálják. Nyilván mindent elkövettünk edzőtáboroktól kezdve, edzők személyében mindent, hogy jó legyen, és most azt gondolom, hogy mind a ifjúsági csapatnál, mind a serdülő csapatnál egy nagyon jó kis egységes csapat alakult ki, és most már úgy kezdik érezni azt, hogy ez milyen jó így csapatba játszani, és most már lassan azt mondom, hogy tudnak is játszani, és akkor ez így már kicsit élvezetesebb nekik is. Nyilván ez mindig egy megtartó erő, hogyha szeretnek egy csapathoz tartozni. Szoktak lenni egyébként külső programok is, ilyen csapatösszetartás, vagy a lányok mennyire vannak egyébként magánéletben jóban egymással? Ezt nem tudom, mennyire vetted észre. Most attól függ, hogy a felnőtt csapatról, vagy felnőttnél, igen, ők azért... Ja, itt is, mint a legtöbb csapatnál, különböző típusú egyéniségek vannak, de tartják így azért a kapcsolatot, tehát azt tudom. Szoktunk azért nyilván szervezni csapatösszetartásokat. Időnként én azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen dolog, tehát ne az csak, hogy beesünk munkaiskola akármi után az edzésre, illetve a mérkőzésre, hanem nyilván ahhoz, hogy a pályán jól tudjon teljesíteni egy csapat, illetve meg lehet zúlni úgynevezett kohézió, ahhoz mindenképpen ismerni kell a másikat azért valamilyen szinten. Te milyen edzőnek tartod magad, hogyha egy játékosod írna le, mit mondana? Én erre most nem szívesen válaszolnék. Amúgy keménykezőnek mondanám? Igen, annak tartom magam. Igen, abban nem. Én ez is már egy kicsit elcsépelt mondat sok embertől, én a munkába hiszek, és teljesen független, milyen szintű bajnokság, illetve milyen szintű játékosról beszélünk, és én hiszek abban is, teljesen mindegy, milyen sportról. Én azt gondolom, hogy a beletett munka az tud csak megtérülni. Hiszen hiába beszélünk a amatőr sportról, az ember is azért van ott, azért is csinálja többek között, hogy nyerni akar és elérni minél nagyobb célokat, és ugye annak van sajnos, ahogy én észrevettem, leromboló ereje, hogyha hiába érzed jól magad, minden hétvégén vereséggel mész haza. És ugye a beletett munka megelengedhetetlen, bármilyen szintre beszéljünk, és szerintem ezt te is
tudod, alá tudod támasztani. Ez így van, nyilván egy más generációról beszélünk, ebben nyilván nem is kell mélyebben belemenni, azért nyilván annak idején mi azért megküzdöttünk azért, hogy bekerüljünk egy, mondjuk a sejtlők voltunk akkor az ifi csapatba, vagy ha ifik voltunk, akkor talán a felnőtt csapatba, és mi azért tényleg bármit elkövettünk, és bármilyen munkát elvégeztünk. Ma már egy kicsit másabb a történet. Erről is nyilván megfelelő helyeken már elég sokat beszélgettek szakemberek. Nyilván itt most, ha valakinek nem tetszik esetleg egy edzőnek a keménysége vagy a hozzáállása, akkor elmegy 10 kilométerre arrébb egy másik csapathoz, hiszen nagyon sok csapat van, aki megtárt karokkal fogadja a játékosokat. Én azt gondolom, hogy annélkül viszont nem megy, tehát vannak bizonyos nyilván olyan eszközök, ami még azért nyilván a sporton belül maradjon, de én azt gondolom, hogy a munkát azt el kell végezni, és sajnos néha keménynek kell lenni. Ezt is lett volna az egyik kérdés, amit most félig megválaszoltál, hogy mit veszel észre az itteni generációban, meg a te felnövő generációban különbségként, de ha jól értem, inkább főleg azt veszel észre, hogy ha valami nem tetszik, akkor rögtön lépnek inkább máshova. Hát ez nem teszik be a megfelelő munkát is. Nyilván emberfüggő teljesen, de hogy én is saját példámból tapasztalva, hogy a régebben már az én másik generációm is, aki ilyen 40-50 évesek, azok sokkal másodjobban álltak hozzá dolgokhoz, mint mondjuk a mostani 10 vagy 20 évesek. Én azt gondolom, hogy ez így van, viszont azt is tudni kell, hogy mi teljesen más, most nevezzük úgy, más világban nőttünk föl, más világba születtünk bele. Nyilván, ha mostani időszakban, világban születtünk volna, akkor elkezdődik, hogy ugyanígy tennénk, sőt, teljesen biztos vagyok benne, hiszen az ember, amit lát a környezetében is, amit tapasztal és ami hatással van rá, az alapján cselekszik. Most már azért sok minden nem kell megküzdeni, és én ezt azért sokszor hiányolom fiatal játékosokból, hogy gyakorlatilag az úgy, hogy megküzdeni valamiért, az már úgy nem létezik. De mondhatjuk, hogy már akik alattad vannak egy ideje, megszokhatták azt, amit elvársz tőlük, és nincs az a probléma forrás, amit mondasz, hogy esetleg inkább azt gondolják, hogy na jó, holnaptól nem jövök. Én azt gondolom, hogy akikkel én eddig dolgoztam, illetve aki most itt jöttek, ők tudták, hogy mire vállalkoznak, vagy mire számíthatnak. Én azt gondolom, hogy mindenki viszont ért el olyan sikert, amit meg esetleg addig nem, vagy szeretett volna még egyszer. És ez akár a két vezető bajnoki címünkre is vonatkozik, akár tavaly, amikor ugye, szintén dobogósak voltunk. Én azt gondolom, hogy aki idén azt tudja, hogy itt Szentendrén mindig is az volt, tehát 10 év ezelőtt is, 20 év ezelőtt is, és biztos vagyok benne, hogy legalábbis amíg én itt leszek, addig biztos, hogy kemény munka lesz. Hát nagyon sok sikert kívánok neked a szezonban, nektek, és hogy minél jobban sikerüljön minden. Én pedig köszönöm szépen, hogy eljöttél a stúdiónkban. Nagyon szépen köszönöm. A nézőknek meg a figyelmet köszönöm szépen. A viszontlátásra.